Isti! Eneba, több mint 10.000 digitális címmel és folyamatosan bővülő palettával szolgáló digitális áruház. Hihetetlenül jó árak, általam és sokak mások által megbízhatóra tesztelve. Leírásban a link, menj rá, nézd szét! Isti kóddal 3% leesik. Hello! Új autóm van, srácok. Tehát, hogy egészen konkrétan ez az új kocsi. Nem akartam már megint levideózni azt, hogy honnan van, mint van, hogy van, mert egészen konkrétan PP-s autó, ugye? Tehát, hogy ez nem bolti kocsi, aztán nem volt időnk sem, meg nem volt kedvem sem, nagyon megmondom őszintén, ugye erre most egy sztorit kitálni, ez honnan van, PP-s autó, kész. S8 Audi. Brutál, ahogy megy, tehát, hogy tényleg ez a világ összes nyomaték, a világ összes lóereje körülbelül. Van rajta valamennyi tuning, elvileg talán maxos, ha minden igaz, nem is vagyok benne biztos. A lényeg az, hogy gyönyörű a kocsi egyébként, és viszont meg kell módosítgatnunk egy kicsikét, ugye. Alapban meg akarom csinálni kicsit a dizájnunkat rá, tehát, hogy fekete, és akkor fehér legyen, hogy mondjuk fehér felnivel, vagy valami, mondjuk ez a felni, ez gyönyörű. Szóval lehet, hogy inkább fehér neki lenni az autónak, mert a felnyi az alapból fekete, szerintem az úgy jól néz neki, szóval egy fehér fényezés mondjuk keresünk rá, itt ez a hűtőmaszk, ez gondolom ez itt fekete marad, ez olyan fekete, srácok, hogy elnyel minden fényt körülbelül. Nagyon szép a kocsi tényleg, illetve sötétítünk az üvegeken, ugye az nagyon fontos, úgyhogy vigyük el, nézzük meg, hogy mennyibe kerül. Pénzem mennyi van, 67.000 dollárunk van, ami nem sok, de legalább nem is kevés. És akkor lemegyünk az NST-hez, és majd a folyamán megpróbálunk megint. Még a hangját én sem hallottam amúgy. Szóval srácok, tényleg ez nagyon vadállt az autó. Tehát ez megy, mint a bánat. Látjátok, ezzel már... Jézus Máriam, ezzel már tényleg nem lehet szórakozni. Szóval megy rendesen. Nyilván összkerék. Gondolom quattro. Amúgy egyébként megmondom őszintén, hogy aha, ott van már 245, tehát ugye ez megy. Lehet, hogy a Porsche Taycan amúgy jobb egy fokkal, majd lenni, megnézzük, meg lecsekkoljuk mindenképpen. Az megy mindenhol, mindenen át. Xenon. Mondom, Xenonos is, nagyon szép az autó. És mindenkit lenyomunk, srácok, ezzel most már. Úgyhogy nincs szorakodás. Viszont hogy azért sztori szempontjából is legyen értelme a dolognak, természetesen el fogom adni... Ott volt valaki? Nem tudom. Természetesen el fogom adni a Subarut. Meg a Skodát is, mert most ez így milyen már, hogy van ez az autó a semmiből. Bár amúgy tisztáztam veletek. A legtöbb embernek amúgy egyébként, srácok, higgyétek el, így van amúgy nagyon sok pénz a játékban. Hogy ténylegesen PP-s autó, stb. És ilyen autót... Hát nagyon sok pénznek kéne lennie, hogy ilyen autó legyen, úgyhogy na, ezt csak akartam, hogy ne legyen ebből izé félreértés, hogy honnan van ez az autó, stb. Nézzük csak. Olyan, és itt van egy izé, nagyon jó. Olyan nyomaték van az autóban, srácok, hogy ez nem igaz. Igen, most viccen kívül ez illik Samuhoz. Ez illik Samuhoz, srácok, ez nagyon jó. Na, meg is érkeztünk. Give me something, boy. Szépen fehér fényezés. Fekete, ugye mert ezt találtuk ki, ugye fekete-fehér a ruha is. És akkor fekete-fehér, akkor az azt jelenti, hogy akkor a kocsi is fekete, vagy ez lesz majd az elképzelés. Szép jó napot! Tessék, jó napot, jó napot. Erre az autóra szeretnék fényezést. Igen. Fehéret, hogyha lehet, teli fényt. Okay, illetve fóliát az ablakokra. Jó, rendben. A legsötétebbet, hogyha lehetséges. Köszönöm szépen. Oké. Előtte azért letakarítom. Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm a kedvér. Akkor ez lenne az. Tökéletes. Rendben, és akkor ablakfólia, ugye? Így van. Ez a legsötétebb. Annyi, hogy a... Sajnos a reflektorokat is lesötéti. Ó, látom, aha. Aha. Tudok esetleg rakni rá kicsit halványabbat, az talán annyira nem zavaró. Húha. Így még látszik. Azt meg tudja oldani, hogy felkapcsolja a lámpát? Így nem, mi? Nem tudja beinteni a motor. De, persze.
Aha, és akkor így néz ki, hogy rajta van a fólia. Aha, ez a legsötétebb. Ami most van, vagy még hogyha halványabb. És akkor ez most elvileg fekete, ugye? Mert én ilyen ezüstnek látom, vagy nem is tudom. Fekete, aha. Hát ez most kicsit világosabb, hogy azért látszódjon a lámpa a búra alatt. Jó, hát attól függetlenül magát is látom az autóban. Az ablakon keresztül. Hát nem. Jó, hát akkor legyen így ez. Ez jó lesz így? Ez jó lesz így, aha. Ez okay. Így még úgy vállalható. Audi felnik léteznek-e így külön? Igen. Úgy emlékszem, hogy van. Gyorsan megkeresem. Jó, köszönöm szépen. Nem tudom, de... Rendben. Várjon, menjen vissza. Hopp, igen. A BBS-ek környékére. Jó. Igen, még egy pár. Még mehet, nyugodt, ez... egy pillanat. Oké. Okay. Ez elég zoral, nem srácok? Ez lehet rajta, nyugodtan maradhat. Oké, okay, rendben, akkor ez szerintem marad. Nem néz ki rosszul. Az anyagár az 1540 dollár. Ugye elsődleges fényezés, fólia, kerekek. Jó. És akkor van még egy tuning díjunk, az pedig 2500 dollár. Jó, és akkor ezt az egészet egybefizetem, vagy hogy is van ez? 1540 dollárt szeretnék érni készpénzben, jó. A 2500-t pedig számlára fogom érni. Rendben, mindjárt jövök egy pillanat. Rendben, köszönöm. Adunk neki 2500, mert gyors volt, meg fasza volt, úgyhogy ne legyen ebből gond. Azt meg számlára kifizetjük, az kész felvétel. $2000. I got $2000. Jól néz ki ez a BBS felnyom, úgy szerintem rajta. Na, adom is. Rendben. Köszönöm. Ó, köszönöm szépen a boldogot. Ugyan már. És akkor egy szemigazolványt szeretnék kérni. Rendben. Csak mutassa fel nekem. Parancsoljon. Köszönöm szépen, akkor felvittem a rendszerbe. Lesz egy garancia levél róla, hogyha bármi történne, és akkor küldök egy elektronikus számlát. Jó. Hoppá, ez nem az. Ez sem az. Így, meg is vagyunk. Tessék parancsolni. Használj egészsége. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Nincs mit, viszlát, köszönöm. Kifizetjük a számlákat is, ne legyen ebből baj, és 500 dollár. Na. Let's go, srácok! Ugye beírjuk, hogy per toggle trophy, amit mindig elfelejtek. Jó? Na, tehát akkor fullos a kocsi, maxon van. Alkoholista. És ablakot nincsen amúgy, hál' Istennek. És fekete! Atya, úristen, srácok, milyen basszó lett! Jézus Máriám! Brutál! Csak meg kéne húzatni valahol amúgy. Trafi. Ezt elnéztük idefele. Na, gyerünk. És kaptam egy számlát! Isten megáldja. Mi a tököm? Ez mi? Erre se jöttem még így. Jó. Ja, mert nem mentem le. Jézusom, srácok. 268. Mi lehet a vége? Ki kell húzatni. Ó! Atya úristen, mit tapad? Megint feljöttem ide. Amúgy? Na jól is áll neki a fólia elől egyébként, szóval nem is olyan vész. Na ez viszont jó, ez viszont jó sötétítés, csak az a baj, hogy most nincs a üveg bal oldalon. Na mi autópályát kéne nézni. Itt van valahol. Na gyerünk. Csak megtaláltam. Jézusom. Várjál már. Na gyerünk! Nézzük mit bír! Nézzük mi a vége! Autobán! Hú! 3.16! 3.16 a vége! 3.25! 3.47! Jézusom! Jó! Jó, meg vagyok elégedve vele! Jó lesz! Persze lejtő, ha segített neki! Uram, atyám! Hát itt most így szépen megfordulunk. Mint ha mi se történt volna. Jó!
Rendben van. Rendben van az autó. Belső. Wow. 3-11! 3-3, ott a számla, az olyan számla lesz, hogy beszartok. 3-20. Az volt már 3-40 is valami. Na itt a lejtő, figyelj! 3-45! Még lejtő? Á nem, mert... 3-45 körül van a vége, a lejtő is van. 345! Jézus Máriám! Jaj, anyám borogas, arra lesz kíváncsi, mennyit fogyaszt. Szóval van nálam metamfetamin, ami nem olyan vicces amúgy. Szóval menjünk el a házhoz, menjünk el a izéhez. A házhoz, ami... Fúha, sose... Ez az, igen. Jó. És még messze... Úrs, de az a rajt! Rajt, progi! Hát az jól hangzott, mert nem volt. Tehát, hogy... Na. Az a jó, hogy annyira hülye biztos az a kocsi, hogy nem igaz. Tehát ez sem ennyire nem dobja a segélyt. Ez olyan összkerék, mint a bánat. Olyan tapadásra van, hogy meghaltok. De hogy 1400 dollár volt csak az anyagdíj. A fényezéssel, a felnyivel, meg a fóliával együtt, tehát az a hülyének is megéri körülbelül. Ez az a lakás? Nem egészen ez az. Ez az! Itt a golf. Itt a... Bazd meg az anyádat, azt. Ez az. És most megkapta, ugye? Így van, nagyon jó. Ki a golf? Ha. Zárva. És zárható már, bazd meg. Nagyon jó. Cső! Főj! What's up? Mi a pálya? Na, mi hát a pálya? Itt várunk, mint a vadliba. Úgyhogy, hát Leopard is kiment a mosdóba egy kicsit, kiterigette a biciklit. Na, hát izé, ketten ja. Vagytok már itt? Na, persze, hát már egy órája itt mi izé várunk. Ó, baszki. Ja, igen. Csak nem hát, akartanak zaklatni, tudod. Ja, nem, hát én, ugye az van ugye alapból, hogy csirkének van dolga. Ugye az agyát ütik éppen, azt tudod, mondta. Aztán az egy ilyen órás téma körülbelül, tehát az gyorsan megvan azért az agyműtét, tudod, hogy milyen fejlett ez a mai orvostudomány. Aztán úgy jön ő is, úgyhogy nekem is volt egy kis dolgom még. Nézd meg a verdámat. Na, vettél valamit? Hát fogalmazzunk úgy, ilyen külföldi valutás. Aha. Kellett már valami, tudod, valami. Hello, szevasz, Leopard. Janik. Janik. Janik, mi a helyzet? Minden oké, okay, Janik, jól vagyok. Ez Janik. Oké. Meg az meg a másik, hogy keringenem kellett, mint golyafosnak a levegőben, hogy hol is van a lakás. Hát miért nem az... szóltál rá? Hát mert nem tudtam, hogy itt vagytok. Na ez a Verda. Oha. Hát a nyilván a bal első ablak, ki akarod próbálni? Vagy mennél vele egy kört, vagy valami? Mert... Hát vigyél már egy körre, ha figyelj, már... Figyelj, na jó, gyertek, pattanjatok, hát, mert sima. Át is fényeztem erre a színünkre, ugye? Ja, de ez így saját verte, akkor ész új. Így van, ez ilyen külföldi valutás, kérlek szépen, wow. Ez egy import. Elég komolyan néz ki. Kellett valami, mert ezekhez a menekülésekhez. Srácok viszont majd, ha megjön a csirke, aha, akkor majd azért dumáljunk azért, mert persze, a tegnapi... Tegnap az katasztrófa volt, hogy megúsztuk. Figyelj, az hatalmas nagy mázi volt, illetve én azt mondom, hogy azt a boltot, ezt mondtam a csirkinek is tegnap, hogy azt a boltot azt hanyagoljuk, és az a kinti, az autópálya melletti bolt kéne. Ja, hogy gyorsan meg lehessen tiplizni. Így van, meg borzasztó forgalom van egyébként a városban, tehát ja, hogy iszonyatos, úgyhogy azt el kell engedni. Ha nem megyünk itt, akkor jobbra, aztán elmegyünk az autópálya fele. Így, de azért elég fullosan megy. Figyelj, 3.45 volt a vége, amikor mentem. Aha! De nyilván lejtő. Úgyhogy jó lesz ez. Fullos. Ja. Szép a belseje. Persze. Minden. Persze. Meg jó, hogy tegnap kim voltam, izé, gondoljászni a teheneknél, de nem baj az.
Bazd meg, most kajak tiszta szar vagy, vagy mi? Hát, de csak a tip, ne törődj vele. Jaj, édes jó Istenem. Dehogy is, miért? Jó hangzik, jó hangzik. Szarba, hát fia, tisztítást leszok, majd küldöm neked a számlát. Jó, küldem, még talán kibírom. Azaz, hoppika. Meg az, hogy az autó egyszer olyan hülye biztos, hogy neked úgy tapad. Hát mondjuk az kell. Nézd meg. Aha. Hát megvan az, megvan az. Nem mentem neki. Nem, lehet, nem, ti nem. Úgy láttátok, jó? Nem, én nem úgy láttam. Jó, jó, jó. Na nézzük, aztán visszamegyünk. Fúgosabb megy. Na, annak viszont neki mentem. Hova? Jó. Hova tűntek a hajzék? Jó, vagy a fingom sincs. Kiszedték esetleg, vagy? Lehet. Kemény. Na tegnap azért elég keményen kapta a kis Taycanom oldalba, mikor bedrifteltem el mögétek keresztbe. Hát az, de amúgy abból hogy a francba menekültetek meg? Majd elmesélem a visszatét. Jó. Azért az fullos volt ott az a menekülés. Hát Cigó az összeszarta magát. Hát azt nem csodálom. De én is. Azt hiszem mindig velem jön. Mondom, ez csak necces helyzet volt. Hát hallod, mi is olyat menekültünk, te jószag úristen. Komolyan mondom, hogy olyan púzusom volt. Hát nekem is, főleg, hogy Cigó nem bírt segíteni. Azt mondja, lőjek, mondom, nehogy. Azaz. Nekünk gatya van. Az biztos. De hát én megy ám ez a gép. Megy. Ha belefeszültem az ülésbe egy kicsit. A Taycannak mi a vége? Ilyen 3-10 maximum. Aha. De az ő kb. Egy ilyen 0-0-3-0-5 alatt fönn van 2-30-on. Igen, az jobban gyorsul, mint ez. Hoppá! Beszom a pisztolyt elő, várjál. Aha. Az milyen jó izé... Ne zsebeljük ki? Ja, nincs nálunk a maszk. Baszki. Nincs nálunk. Nálam van. De ne. A ruha nincs nálam. Baszki, mondjuk igaz. Nagy a kísértés. Még a piszta itt volt. Picsába pedig lázottam volna. Kurva életben, bezzeg, most meg ott megy a baszki a túlszlejjel. Akkor jelöz. Kéne, meg nincs. Na akkor meg nincsen. Ez pizzás volt amúgy? Ez az, aha. Igen. Jó, messzire kiküldik. Jó, hát jó, nem baj, autópályát is lehet akkor csekkolni. Ja, vagy mondjuk lehet lopta csak a motort a pizzásoktól. Hát amúgy a franc tudja. Tegnap az nagyon full. Belenyúljak a navidba, hogy hova is kell menni? Hogy oda találsz? Hoppá! Ezt eldobta, oda találok. Nyújj bele nyugodtan. Na, akkor már, akkor nem kell megállnom, hogy jaj. Mondjuk megmondom őszintén, ma nem tudom, hogy milyen akció lesz, srácok, mert ugye én 9-ig tudok lenni általában. Aha. És az másfél óra múlva van. Hát nem szóval... tudjuk, hogy a csirke. Igen. Mikor ő mondta, hogy ilyen 7:30 fele elvileg, szóval elvileg mostanában. De amúgy, ja azt akartam még mondani, hogy várjátok, nézzük meg azt a boltot. Ne, pont itt van, várjál. Szóval én erre gondoltam. Aha, én is, ahogy mondtam. Azért is nézzük meg, mert amúgy az volt a fő lúzerkedés még tegnap, hogy bazd meg, ott előtte akartuk kitálni, hogy hova bújjon az, aki majd kívülről nézi. Azzal is ment az idő, úgyhogy ezt előre meg kéne nézni. Persze. Úgyhogy mondjuk itt a bolt, ugye? Úgy talán egy meki is, jó van. Ja. És akkor ide hova tudna bújni, mert nyilvánvalóan ott mellette van egy tető, de hát azt tuti egyből megnézik. Persze, hát igen. Jó. Az lesz az első körülbelül. Hát itt elég cinkes. És mi volna, ha fent itt csornak meg a bank mellett itt? Megnézhetjük. Szerintem az lehet, hogy... Jaj, geci! Opa! Aj, bazd meg! Na, befbertem, igen. Jó, tehát, hogy melyikre gondolt? Vagy ez esetleg? Na, megnézhessük. Aha, ja, nem, én erre gondoltam szerintem én, ja, erre, vagy nem tudom, de hát... Fúj, te elég, innen elég cinkes, tudod, a menekülő út, mert le tudják zárni. Ja, de mondjuk egyet úgy nem, is izé. Pont azért nem cinkes, mert egyértelmű, hogy egy irányba tudunk, tehát hogy itt áll az autó mondjuk. Persze. Akkor vagy az van ugye, hogy északfele, vagy pedig délfele kérjük, és akkor... Így van, hát akkor csak északfele, a városba könnyebb eltűnni. Csak ugye ez azért cinkes, mert akkor viszont azt kell mondani egyértelműen, hogy délfele az összeset szedjék fel, mert én már jártam úgy annól még a testvéremmel, hogy itt baszta ki a guminkat a szöges drót.
És akkor így, konkrétan ide bele is baszoltunk ide, és akkor innen vittek is el minket a picsába, ennyi volt, igen. Aha. Tehát hogy az összeset csak hülyén csináltuk. És akkor mondjuk, ez amúgy szerintem nem egy rossz hely. Ja, ja, úgy itt a jetski is, igen, azt erre gondoltam. De igen. Hát de közben ezt az ATM-et is meg lehetne pattintani, aki ért hozzá. Hát, ahhoz nem, ahhoz kell laptop, vagy ahhoz mi ja, kell? Ja, ahhoz kell egy laptop, csak én nem tudom az, ezeket a kombinációkat. Ja, az én kombináció, én fogalmam sincs az egészről. Az egy ilyen számkombinációs menüvel, izé, csapolj. De érted, ja. Ha már egy ilyet vinnénk, akkor mellette még a kis izét is. Mert akkor közben, mire kiérnének ide, addigra meg tudnánk pattintani a, hogy hívja. Aha, az mondjuk tök jogos egyébként. Most megpróbálom nézni, hol lehetne itt bújni, de hát... Ide, ja, ha ide bemegy itt... Anyád, ez mi? Ez itt full, ez no. Nem lehet bemenni. Na? Áááá! És ez a szemetet, hogyha arrébb asszom? Áh, akkor se. Hát milyen fullos lett volna oda bemenni? Az mekkora, ja, lefekszel azt ott, hello? Aha, ott tudja, csak próbálj meg bekúszni, esélytelen. Kusszál be, nem bírsz. Ne, ragad a föld, esélytelen. Baszki, itt hova? Há, ide tudni feljönnek, megnézik. Tetőre nem lehet fölpattanni valahogy? Azt próbálnám, de képtelen is oda felszökkenni. Júj, most majdnem korláton kívül ugrottam. Azaz, na jó, ez hát akkor... Volna. De amúgy igen, ez valószínűleg az első, amit megnéznek. Ja, úgyhogy ez... Ajajajajajaj... Szinkes, szinkes. Jó, mondjuk figyelj már, de most hogyha őszintén... De most mi van, ha nem is kell, bejön velünk az cső. De nem, mert látnia kell, tehát képen muszáj látni, hogy a rendőrök megteszik azt, amit kérünk, de most mi van, hogyha látják a rendőrök, mi van, hogyha meglátják, mi van akkor? Hát izé, őszintén, semmi, hát izé, elfogja őket, akkor kiírunk egy túszt, azzal fenyegetőzünk, az kész, tehát hogy most... Na persze, hogy engedjék el, vagy... Vagy várjál, itt szembe esetleg, mondjuk erre a fára... Tényleg. Itt a Pál utcai fiúk. Aha, hát ez itt... Hát ez nem nagyon, nem, kurvára nem. Nem amúgy azon gondolkoztam, hogy mekkora patkányság lenne amúgy hoppa, kihozni a vapit, hoppa. A vapit, mekkora patkányság lenne kihozni a vapit speedót, bazd meg, arról fölmászni, vágod? Jaj, várj, én majdnem felmentem az előtt. Jó, mondjuk egyébként fölmehetsz, ugyanúgy abszolút látszódsz, mert nem túl magas az, persze, tehát... Persze, magas az a baj, de várj. És mi van, ha annak az épületnek a tetejére megy? Hát fel, megnézhetjük. Megnézhetjük. Hogy körbe cserkészünk de, amúgy. De, na ez itt fullos lenne, ide föl tudna mászni. Csak ez amúgy igen. Jutni. Aha, itt né. Esze. Na várjál, csak és innen... De nincs itt létra. Lenni kéne elég magas épület. Ah, innen. Nyerse. Hoppá! Ó, de jó! Az igen. Ó, jó. Na nézd oda, de hát ez itt fullos. Basz meg, nem vagyok már formában. Vagy ha lefekszik, akkor innen belássa a boltot. Meg igen, ott a, csak meg ott azt nem látod, csak azt nem látod be innen se, az a baj. Ja, ott a bolt. Hát hogy tényleg, hogy felszedték-e, látod? Mert az utat azt nem látod, az a baj. Ja, az nettes, szöges volt innen észrevenni. De ha oda teszi, akkor azt még talán lássa. Ott az üzénél. Itt ez, ennek nem, a teteje, itt mellette esetleg. Alacsonyabban van, de talán jobb a szög, de nem, lehet, hogy nem. Hát, elnézzük meg. Amúgy bazeg arról a házról lenne a legjobb ott szembe. Ja, csak oda, hely, oda föl tudunk csempolni valahogy. Már itt ha leugrunk, mi lesz? Lemerjek ugrani? Várjál! Jó. Megvan. Hát a targonca, mi ez a Csernobili targonca itt? Vigyik el egy körre. Azt a kurva. Nyitva kerít és ide valaki tuti betört. Ez fix. Fú, bazd meg ez hát... Ez itt meredek helyzet. Igen. Jumpoljunk! Yeah! Azt a kurva bazd meg, hát én ezt nem fogom utána csinálni, jó vagy? Jézusom. Ilyen próbálok így lassan lefele. Ah! Na, jó, meg vagyok. Jó, és akkor innen vágsz egy sprintet oda át az erkélyre. Oda át az erkélyre egy sprint. Hova? Ja, oda. Háá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 
tiszta dzsuva leszek. De hol van Leo? Csak kezdhetjük újra? Thank you.
Gyerünk! Vigyázzatok, srácok! A faszomat már! Jól vagyok, jól vagyok. Ott egy motorcsónak. Kaja! Nézzük már meg! De amúgy bazd meg, majdnem, az, hogy nem lehet fölmenni erre. Ja, ez pedig... Vigyázzatok a tűzre, bele ne menjetek. Akkor szobás ez. És az a hajó, az mi? Nem, nem tudom, hát vigyük már el. Tudni el lehet. Ez le van robbanva, nem? Dehogy van lerobbanva. Passzi! Menjél már! Szállj ki, azt toljuk be! Nem bírjuk be tovább, vagy elbírsz vele be? El tudsz indulni? Aha! Szevasz! Várjál! Istenem! Azért fordulni nem egyszerű vele. Neked csónak áztatod, mi? Mindig fullos itt jakta! Hát ez megy! Hallod, itt kéne hagyni, de az a baj, ezzel nem bírunk elgyalni. Nem, ezzel semmiképpen sem, meg hát nem is biztos, hogy itt lesz, az meg a másik hát probléma. Hát jó, tuti elviszik. Pedig arra a háztetőre kéne valahogy feljutni. Hát csak az a baj, de nem bírunk. Az a baj, helikopter sem nagyon van. Hát igen, az most jól jönne. Ja, főleg az van menekülni, érted? Na, hogyne, ja, hogyne, persze. Hát nem tudom. Ja, izé, cigó, mi van, srácok, mi van akkor, hogyha a hegyről? Nézzétek meg ott szembe a hegyről. Jó, hogy onnan? Aha, veszünk egy ladanivát, vagy valami. De nem kell, mert akkor valaki ki tud jönni a Q8-as az Odinmal, és épp lassan föl tud csorogni. Az jó, meg kéne próbálni. Ha. Hát jó, meg lehet. Mert azonnan ott lefekszik valaki az egyik bokorba, a kutya nem mondja meg, hogy ott van valaki. Csak az Odin kell valahol. Ja, igen, az... Az meg túl nagy, az a baj. Megoldjuk szerintem, ott el lehet valamelyik izébe ilyen dolg mögött. Csak akkor azt kell csinálni, szerintem, hogy aki viszont ott van kint, az ott is marad akkor. Persze, mert az ott, ha megmozdul utána, gatya. Hát, bassz meg ide fölmenni. De várjál, valami... Ha tovább megyünk, akkor innen föl. Nézd csak, itt le is ágazik az út. Simán, innen föl tudunk szaladni. Ó, sima, na nézzük, itt félre is állok. Ja. Amúgy Leo, te lettél volna, nem te lettél volna tegnap a megfigyelő, ugye? De, én élettem. Ja, akkor pont jó, hogy itt vagy, de jó. Ja, még az a baj, a cigóval még keverlek. De a hajad alapján nem. Ez bajnok ez a hely. Ennyi. Ott a fa igaz, de innen lássa, látod a kiutat is. Melyik a bolt? Várjál már. Ott szembe itt, ha elnézel, vagy ide kijössz. Igen. És akkor kinyújtod a kezed, és ott az a fa, ami ott van, azt akarja. Aha. Ja, látom! Mert ott a nagyház, amire... Ó, az igen. Jó, ott a nagyház, amire menni akartunk. Szerintem akkor viszont egyértelműen a város fele kell kérni a szalagutat. Mert innen azt látod be, tökéletesen. Ja, ez van, nagyon jó, és akkor mit tudom, itt van valaki, így. Aha, ez így kurva jó. Ja. Jó, akkor Leo ugyanaz lesz, mint tegnapi. Ugyanúgy akkor lefekszel. Ide becsüccsent, azt ha lement a balhé, akkor meg jövünk érted. És eljövök érted. Porsche-ba, vagy tök mindegy. Dig! Opa, szevasz, már megint, mint tegnap. Jó van akkor. Hát ez fullos lesz így az info. Jó lesz az fix info lesz. Jó, nem baj, az mindenképpen. Jaj, az óceán. Jaj, az óceán. Rasta szív! Na, ki bátor, az itt megfuss és ugrik kettőt. Jó, nehogy. Ja, ugrani nem fog, azt hiszem csak a futásról van szó. Azért. Taknyoltam én ma eleget, már lehorzsoltam az arcomat is. Hát már én is elég kemény, ez meg jó, hogy nem ficánkolunk itt. Tiszta dzsuva a ruhámban, az meg pedig ünneplősben vagyok, estébe vagyok. Hát én is mondom, hát igen, ma elmegy meg ezt a kicsambit.
Nem, nem így készültünk, de kurva jó megfigyelő pontot találtunk, és legalább egyből tudjuk, hogy ide csak le kell jönni jobbra a kőnél, osztjú, ki kell rakni a másikat. Amúgy annyi, hogy itt csak kirakjunk valakit, nem is kell lézni a plusz Audi, semmi. Be, nem. Tökéletes, tökéletes, több mint tökéletes. Majd figyelnünk kell, hogy melyik pontosan. Én variálok itt egyébként csomót. Meg egy csomó... A Márknak kiakadt, hogy nem tudtuk merre kell menni, de annyira hallottam. Itt az utcák. Hát persze, ugye... neki oké, mert már sokat szora van itt, én értem. Csak... De várjál, most lehet... Nem itt ja, vagyunk, várjátok. Igen. Vissza, ja. Túljöttünk egy kicsit. Ez az, aha. Yes. Itt a golf. Megjegyzem most már az a gesküszöm. Jaj, jaj, de, sorry. Szevasz, cigány, hello. Kant cigány, mi a pálya? Pem. Eszegetek kis hamburgert, kurultuszát, ilyesmi. Aha, azt meg se kínálsz? Tesókával nem jöttetek ide, hát hogy yeah. Egyetek. De legalább a chipset nem zabáltad fel, jó van. Most hát ezt meghagytam, mert két jaj, köszönjük. Szállod. Nagyon jó. Jó hangzik, jó. Pont erre vágytam olyan pillanatban. Hát ja. Na, Cigó, úgy nézünk ki, na? Hogy a 4-es boltot néztük ki magunknak, csak lecsekkoltam itt a telefonomban. És a 4-es volt a szembe, ott van egy jó kis ilyen hegyoldal. Ilyen tök jó megközelítő hegyoldal, úgyhogy oda ki lesz majd rakva a leopárd. Ő majd akkor macska szemeivel, tigris reflexeivel, majd ott fog egy bokorban fetrengeni, és figyeli azt, hogy mit csinálnak a kopók. Mi meg bemegyünk a boltba, mit tudom én, 5 tusszal, vagy 3-mal, 5 az akkor jó, hogyha akarunk még plusz pénzt ugye kisajtolni a zsaruktól. Hát szerintem, hogyha 3-at is bőven egy lesz amúgy szerezni, tehát hogy az is kihívás lesz szerintem. Hát jaj. Négyes boltot mondtál. Négyes, igen. Igen. Ami ott van a jetski kölcsönzős történet. Igen, meg a Kalasnyikov vízé felett, a pool party felett. Így van. Jó, jó. Azt beszéltünk benne egyébként, hogy... Mi a tököm az a Kalasnyikov pool party? Ott ilyen fullos rendezvény, meg ilyen partikat rendezvény. Nem mondjátok. Jézus Mária, ott a helyen bazzeg egyszer mindenképpen. Na, mit akartam mondani, Leo, bocs? Ja, semmi gond, csak hogy benne azt beszéltük, hogy milyen jól jönne a tényleg távcső. Főleg most ugye erről a helyről. Igen, hát nem tudom, azt szerintem nem kapható a városban, nem? Nem kapható, sajnos. Faszom. Én javaslom, srácok, bocsánat, hogy belét folytam a szót, hogy üljünk be a kocsiba. Mondjuk a Golfba, mert az már jobb állapotban, az Audim az már ott. Enyém még bent áll a garázsba a GT63. Ja, akkor mehetünk azzal is, nekem igazából mindegy, és menjünk ki oda megint a bolthoz, és nézzük meg ezt a jetski dolgot, hogy mennyi idő felszállni, elindulni vele, stb. Mi gyorsul, stb. Jó? Tehát ez, ne ott lepődjünk meg dolgokon, mert az nem annyira jó. Tessék. Idő tudok. Ja, jó, oké. Ő elég nehezen tekert az önindító. Körbeindult. Ehetek a kocsitba, igaz? Persze, bazdok, azt bent ülünk itt a bukó ketrezbe, geci! Hú, de kényelmes így, srácok! Beverem a fejed, ha nagyot lefékezzél, mert telibe hajlok. Meg vére is telibe csaplak. Figyelj már, az a... varrat nélküli cső meg a fejedből kiáll benn. Jó étvágyat! Köszönöm! Hoppa, mustár, ide cseppen, ne törődj vele! Az. Na meg mennyi egyáltalán kibérelni azt a szart? Meg meddig bérelheted? Ezeket mind jó tudni? Órára, meg ilyenekre lehet bérelni. Órára? Persze, jó. Jó, mert Vásvárosban nekem perc. Ez valami... Hát akkor ti a percre, akkor azért nem mondani, jó. De egy órára is ki lehet, ha jól emlékszek. Ki ne béreljük itt véletlen? Hát de, ki fogunk bérelni egyet? Már itt kell kibérelni? Aha. Igen, biztos. How much? Aha, jet ski. We feel. Na várjál, 15 perc, 75 dodó, 180 perc, 900 dodó, 120 perc, 600, 60 perc, 300, 30 perc, 150. Még egyszer a 30 perc előtt mi volt? 60 perc. 300, az mennyi volt? $300. A 60 perc azt szerintem bőven elég. Az kurva jó. Bérlünk egyes, srácok? Nálam $53 van, valami 15 perc. Itt van csak. Egy ATM, amúgy mindenki. Jaj, várjál, már meg is tette. Ott van. Aha, ott van lent. Aha. Ugrunk a francba. Ja, jó, persze. Már megszoktam. Aaaaaaah! Aha. Itt van egy ember. Igen, így beszáll. Igen, más bejön. És akkor... Ó, megy, mint a golyó.
Ez megy, ez gyors meg lehet pattanni. Akkor Leo nálad van izé, ugye rádió? Aha, van, van. Jó, 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 gyere akkor, jó. Oké. Okay. Amúgy fegyver nincsen senkinél, ugye? Nálam nincs. Jó, jó. Úgyhogy lemaradt a hajóval. Jaj, jaj, látom, látom. Hajóval vigyázz, mert ez eléggé szűkös itt. Igen, igen, próbálok. Nem nagyon vezettem még ilyen hajót, de azért... Jó cucc az, megy az is azért rendesen a hajóhoz képest. Megy, megy egyébként, egész gyors. Jaj, jaj. Remélem ez a rész, ez itt mindig víz alatt van amúgy. Ez a környék. Hú, hát nem tudom, megmondom, hogy szinte nem is nagyon jártam még erre. Én sem, én sem. Na és akkor az a terv, nézd meg, hogy ide eljövünk idáig így. Itt lebasszák itt a jetkit. Innen meg kivesztünk egy autót. És innen meg kivesznek egy autót, ennyi, igen. Jó, jó, persze, jó, oké, jó terv. Na várjunk, csak közben egy kicsit le vagyok maradva. Persze, persze, megvárunk, megvárunk. Itt a mélység miatt, mert azért vigyázni kell, hogy leérjen az alja. Jaja. Aha, és akkor idáig jönnénk? Vagy jönnétek? Aha. Igen, 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 tehát a jetskis a csapat, nem tudom, hogy azok akkor mi leszünk végül is, akkor majd leszek én, nekem aztán mindegy igazából. Vagy no, nekem is, nekem is. Majd, majd ez majd, majd kőpapír lózunk. Lesz a pénz, inkább azok jönnek jetskis. Jó, jó, van. Nekem mindegy, csak ugye tegnap mondta már, hogy én legyek a megfigyelő, aztán azért így ez így. Ja tényleg, és mindig elfelejtem, hogy te amúgy is izé, egyikbe se, vagy se kocsival se nem leszel se izébe. Igen, igen. Jetskim. Úgyhogy ez a terv, hogy akkor itt, csak ugye a kérdés az, hogy mennyire követik ezt majd le a partról a rendőrök, és mennyire fogják levágni, hogy ide kell jönniük majd egyből, érted? Aha. Hát. Nézzük meg, megnézem a térképen, hogy van ez itt. Na, hogy nézem meg. Hát nem tudom, mert ugye itt bejön egy kis öböl, tehát ez az első öböl, ahol így be lehet jönni, de hogy nem tudom, mert szerintem amúgy ez teljesen jó út. Hát vagy ami még opció az, hogy innen tovább megyünk ugyanezen az útvonalon, vagy ugyanezen a vizen, és oda bemegyünk egészen oda a tovább. Ott is van egy garázs, hogy ott megnézed a térképet. Ja, az se rossz egyébként. Itt ennek nem az, hát, nem úgy van, hogy egyszer csak véget ér. Nem tudom, Márgyik is meg a kérdezni, gondolom, azért, mit gondolnak erről. Nekem jó. Igazából most a véleményet elmondom. De... Várjál, közelebb állok, hogy a cigó is hallja, mert neki nincs rádiója. Jó, oké. Van nekem is. Ja, van neked is? Jó, azt hiszem, nincsen. Jó. Na mondjad. Nem, akkor hallottál? Hallok, eddig is hallottalak. Jó, de azért rádió mondom, hogy tisztább azért mégis egy fokkal. Ja. Na szóval, hát mondom, lényegében nem tudom. Egyébként cigó, te is elmondhatod, hogy nyugodtan a véleményed, te mit gondolsz, mert elméleti szinten lehet, hogy te leszel pont az, aki jetskivel fog menni. Nekem oké, csak attól félek, hogy nekem olyan részei is vannak, ahol lehet, csak így nagyon megszűnik a víz. Nem az a rész? Vannak olyan részek a városból, hát, így... Menjünk végig a másik garázshoz is? Nézzük meg! Jó. Igazad lesz, mert ez most így pont folyással ellentétes irányba megyünk. Igen, azért mondom, hogy lehet, hogy ez pont nem jól tudom elvenni. Meg, jó. Azt a kurva. Milyen hullámok vannak? Jézusom! Ajha! Igaza volt, bazd meg. Az komoly. Igen. Hát amúgy még hozható, aha. Tudsz jönni a hajóval? Tudsz hát? Hát igyekszem. Jó. Jaj. Bazd meg! Ne! Na várjál! No way, legalább van hajón. Beszoktuk. Mi a helyzet? Tudjuk visszatolni a semmi. Működik még? Hol működik? Működnie kéne, csak be kéne oda rúgni. Nem nagyon megy. Jó, akkor menjünk a hajóval tovább. Oké. Ali cselaköd, akkor aztán mi lesz? Hát akkor nagyon megszoktuk, akkor sétálunk, srácok. Jaj, ne! Jó vagy? Jó. Jó vagyok. Ne, de ezzel nem akadunk el. Most már vigyázni kell. Meg már itt volt a vége, bazd meg, amúgy konkrétan. Itt sziklák vannak. Ja. Azaz. Na, itt D-ket kapjunk. Hát jó, csak mondjuk tegyük, hogy ha menekülünk, akkor ezekre nem nagyon fogunk figyelni. Érted?
Hát szerintem azért csak izé, nem lesz itt, bazd meg. Aha. Jó. Jó, felmegy. Itt utána pedig már jó. Igen, arra kell figyelni, hogy jetskivel konkrétan izé. Ne menjünk nőgázzal. Igen. Hát igen, azért. Pedig már bárhol mehetünk, az oké. Okay. Na is van az a garázs? Jelölöm, várja. Jelöltem. Ja, jó. A jobb oldali parton kell végig maradni. Nyilván, ahogy nem tudom miért rádióban beszélek, mert itt tudunk mindannyian, tehát nyilván amúgy az lenne legjobb, hogy ide tudnánk valahova eldugni egy autót, csak ebben az meg mi a garancia, hogy ott is lesz, tehát... Hát igen, ez az a bajom, az nagyon netes így. Te már négy kocsim kövesz. Szerintem amúgy te, majd meglátjuk, kíváncsi leszek. Na, és akkor itt a garázs, ennyi. Ja, gondolj, hogy egy kis séta. Nézd csak, fordulhatunk vissza, de mutatom, hogy merre menj. Oké. Okay. Nem akarsz vezetni inkább is akkor? Jó, akkor átveszem. Oké. Okay. Van ebbe a tóba van egy másik bejárat is. Megnézzük azt is, hogy az milyen. Igen, látom. Jaja, hogy lehet érdemes azon jönni, ki tudja. Kicsit túlmenni, és akkor... Igen, talán megzavarja egy picit őket, vagy nem tudom. Igen, szerintem is ezt kéne, mert lehet, hogy azt fogják kéni, hogy minél közelebb jönnek a garázshoz. Így van, és az úgy kicsit olyan talán izé, megnézem a térképet. De lehet, hogy ez a hely, ahol most mondjuk, az lehet, hogy még szűkösebb, mint az előző. Azt nem hiszem. Az a bajom, hogy mindegyiknél van út ment a folyó mentén. De mindenképpen akkor a következőre kéne szerintem is amúgy. Mindjárt megnézzük, hogy ez milyen. Anyád, ez milyen festői amúgy, Getz. Viszont, ez jó randi helyszín lehet, hogyha valami gaijint akartok felszedni. Ide kell hozni, hajókázni. Aha! Ja, erről beszéltem, hogy erre kell vigyázni, ez fölfele nagyon lesz, ez nem meg. Lesz jó. Fölfele ez nem lesz jó. Kicsit felejtős. Megnézzük! Aaaaaah! Jézusom! Ja! Ez ott a másik oldalon? Á, esélytelen mi? Hát? Anyád, ez a hely amúgy gyönyörű, srácok, bazd meg. Hát de egész meg. Max jetskivel talán fel tudsz menni, de ott akkora sodrás, nem tudom. Szerinted jetski... Á, megnézzük, várjál. Kíváncsiuk, hogyha a hajó felmegy ott valamilyen úton, módon, akkor a jetski is felmegy. Na, srácok, kapaszkodjatok! Ja. A mesehajó. Hú, bazd meg. Félek. Úristen. Ó, sima, bazd meg! Sima, srácok, simán. Jó, fel lehet jönni jetskivel, fel lehet jönni. Sima. Na, még egyszer. Ez az. Jaj, bazd meg. Jó, föl lehet menni. Ennyi, srácok, ennyi. Jó, ez még jobb akkor, ja. Ja. Na, lesz még ilyen meglepetés? Egy híd. Van még egy. Na, itt nem. Ez nem olyan nagy. Ezen sima. Ezen át tudunk jönni, jó? Persze. Nagyon hosszú még ez az út, az a baj. Nem hiszem, hogy... Aha. Na. Itt. Ezen sima. Ezen is fel tudunk simán jönni, jó? Jó, mert nem annyira sziklás. Aha, igen. Eddig nem volt az, köszönöm. Jó van. Ezt mondani mi? Igen. Mondjuk mi lenne, hogyha előre elhoznánk ide egy jetskit, és mondjuk itt útközben levetkőznénk, meg ilyesmi? Hát az... igazából szerintem ahhoz nem kell előre elhozni ide egy jetskit, hanem egyszerűen csak meg kell állni a jetskivel, azt levetkőzni, nem? Vagy mire gondolsz? Hát azon gondoltam, hogy mondjuk, hogy megjegyezték, hogy piros színű jetski, és két ember utazik rajta, mondjuk, érted? Ja, értem, mit mondasz, aha, hogy ne egyen izé. Nem annyira fontos érted, mint egy izé. Á, de figyelj, attól függetlenül, hogy most igazoltatnak, mert mégiscsak jetskin ülsz, érted? Azt akkor megtalálják nálad a lóvét. Tehát, hogy nem... Kis kaját? Na, bocsánat, szabadon vártam. Ja, megvagyok. Innivalót kérnék, hogyha van. Szabadok neked. Most hát csak egy dologgal vagyok meglőve, tényleg az, hogy rendőrséget hogyan lehetne megszopatni, hogy ne is tudjon annyira rálátni majd vagy ránk látni majd a jetskisekre.
ezen a kattogok meg. Hogy jövünk ki a boltból? Oda, le. Aha. Ugye? Ezek a kérdéses dolgok. Elbasztom egy kicsit. Nem baj. Azon gondolkodtam, hogy nem el tudnánk valami furgonnal így elállni az utat, hogy így beállni el érteni, lássanak, de hát úgyis látnak. Hát de ugye a túszokat nem lehet egy darabig magaddal vinni? De lehet, tehát azt mindenképpen az úgy tervezem, igen, csak ugye, hogyha elengedjük ott a túszt, akkor utána azonnal lelőhetnek minket tulajdonképpen. Ja. Ez a probléma. Hát igen, necces a dolog, de hát ugye, hogyha az az egyik kérés, hogy ugye hagyják szabadon a nem tudom a partot, vagy nem tudom, hogy mondtad, akkor ugye visszük egy darabig őket, akkor ugye kettőt összehozva talán. Meg azt kell csinálni, most ezen gondolkozok, hogy kettő túszt kéne levinni a partra. Igen, és azért, mert akkor a két túsz tökéletes takarást tud adni a jetskinek, értitek? Amúgy lehet, hogy nem is neked, bazdos, sem tudom melyik az. Ez az, jó. Tehát, hogy akkor ott van kettő túsz egymás mellett, értitek? Tényleg is úgy kell mondani nekik, hogy egymás mellé álljanak. És akkor igen. Utána a rendőrök a túszoktól pont nem látnak rá a jetskisekre. Az epizód végéhez érkeztünk. Hamarosan folytatása következik. Jöhet az out. Ró! Szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á